Csodálatos környezetben, gyönyörű alkotások között az Eszterházi palotában kezdődött meg a Kapcsok Alapítvány első jótékony estéje. A szervezet 10 hónapja működik eredményesen. A Kapcsok Alapítvány ezen az estén bemutatja azt, hogy a kapcsolatokat építi, és egy olyan este fog történni, amikor a művészeti tárlatvezetés, a gasztronómia élménnyel és egy 20. századi gitárzenével együtt párosul, és a célunk egy élménynaplónak a kiadása, ami segíti a gyógypedagógiai munkát mind a szülőknek, mind pedig a kollégáknak, egészen második osztályos korig lehet ezt majd használni. Ezt egy szülő rajzolta, aki részt vesz ezen az estén szintén, és mi pedig gyógypedagógusok fogjuk hozzáírni kollégámmal a szöveget, illetve a történeteket, és ez azért jó, mert a gyerekek erről majd önállóan az otthon élményeikről mesélhetnek, és belekerülünk egy kicsit az ő világukba. Ez minden területen, a gyógypedagógus minden területén használható kiadvány lesz. A Kapcsok Alapítvány mögött áll a Sünn Balázs óvoda gyógypedagógiai hálózata, amelyben 20 szakember dolgozik azon, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek megfelelő fejlesztő foglalkozásokon és programokon vegyenek részt. Szakmai szempontból azért rendkívül fontos, mert a gyerekek fejlesztés az óvodáskorban már ilyen módon megvalósul. Egy gyógypedagógiai hálózat az, ami gyakorlatilag a Sünn Balázs óvodában működik, ezzel a 20 gyógypedagógus kollégával, akik nagyon jó szakemberek, egy nagyon jól kidolgozott program mentén dolgoznak, valóban konkrét kézzelfogható segítséget nyújtanak a szülőknek, illetve a pedagógusoknak egyaránt, akik az óvodában a nevelést végzik, és nagyon büszkék vagyunk erre a városban, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy országosan is mintaértékű megoldása ennek a feladatellátásnak. Sokkal hatékonyabban lehet ilyen módon ezt a feladatot megoldani, amikor egy csapatban, egy teamben dolgoznak megfelelő képesítéssel, lelkesedéssel rendelkező szakemberek. Szóval ez egy nagyon nagyszerű dolog. A szülők számára testileg, lelkileg nagy segítséget jelent az alapítvány. Egyfajta támaszt kapnak az anyukák és apukák, akik aktívan részt vesznek a programokban. Igazából ezek a rajzok, ezek az életeseményeiből készültek. Minden héten rajzolnunk kellett, hogy aztán a Levente egy kicsit majd beszéljen erről, és megtanuljon beszélni. És ebből az egészből született végül is ez a kapcsolat az alapítvánnyal. Tavaly év során volt lehetőségünk arra, hogy a Kapcsok Alapítvány táborába részt vegyünk, ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt, illetve a szülők saját tapasztalatikat meg tudták egymással osztani. A gyerekeknek különféle programok voltak, játszás, foglalkozás, élménynaplót készítettek, amit később visszanéztek, átbeszéltek, és az volt a lényege, hogy együtt voltunk. Együtt voltak a családok. Mindenki elmondhat, hogy esetleg neki milyen nehézségei voltak eddig, mik merültek föl, miben tudunk a másiknak segíteni. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum nem csak a különleges környezettel támogatta a rendezvényt, Rászti Bernadett igazgató egy meglepetéssel is készült. Számunkra is fontosak azok az elvek, amelyet a Kapcsok Alapítvány képvisel, és úgy gondoltuk, hogy az alapítvány támogatóinak szeretnénk egy olyan ajándékot adni, egy olyan gesztust, hogy a most nyíló kiemelt tárlatunk első látogatói lehetnek. A hivatalos megnyitó előtt az első tárlatvezetést így a Kapcsok Alapítvány munkatársainak és támogatóinak ajánlom itt az Eszterházi palotában, amint egy kaleidoszkóp Utak a tudattalamban című tárlatunk kapcsán. A szervezők az exkluzív tárlatvezetés mellett gitármuzsikával, borkóstolóval köszönték meg a szimpatizánsok támogatását.